Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere pozitívnak tartja, hogy évről évre van lehetőség diákokat foglalkoztatni. Évről évre próbálunk olyan tartalmas helyszíneket kiválasztani, ahol azon túlmenően ugye a rendszeres munka lehetőségével ismerkednek a fiatalok, olyan értékteremtő munkát végeznek, ami a város számára nagyon fontos, és ugye ezáltal ők nem kényszerként élik meg ezt a dolgot. Az idei évben a Városháza környékén, Szuhai Sportcentrumban dolgoztak, itt a sportpályák felújításában vettek részt aktívan, és ami talán nem mindig a legnagyobb siker, de mindig van néhány lelkes jelenkező, a régészeti munkákban is részt vesznek. Dávid tavaly júliusban és augusztusban vett részt először nyári diák munkában. Nem szakadunk meg benne, ugyanakkor kellően lefáradunk. Ezen kívül lényegében a főnökünk is azért velünk kapcsolatban azért elfogadó, ha úgy van, akkor bármit így, ha jól meg is csináljuk, akkor többször állhatunk neki, azt mondja rossz, akkor rossz, újra csináljuk. Szóval munkavégzés gyaránt elég jó, tapasztalatnak tökéletesnek mondhatnám, és egy diáknak első munkaként roppant megfelelő. A 17 éves tanuló idén augusztus hónapra vállalt munkát. Anyagilag 133 ezret kapunk, ez 96-ra csökken a TB és egyéb gyógy értékeket levonva, de igen, fogjuk rá megérő. A fiatalok is örülnek ennek a lehetőségnek, általában július, augusztus hónapokban tartanak erre legtöbben igényt. Minden évben 40-50 fiatal vesz részt a programban Dombóváron.